Miért kopácsolnak itt reggel hét órakor? Te jó, minek kell tettél föl? még aludtam volna. Ez most komoly? Nem hallod? Mit? Ó, igen, most már hallom. Ti kopácsoltok itt? Nem, hanem lentről jön, ami miatt felkeltem. Nem megyünk le megnézni? Jó, menjünk. Apa, te kopácsolsz itt. Ajjaj, ajj, 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 ajj nem vagy tovább, ne tovább menj. Vagyis hát, jó ez, gyere, gyere nyugodtan. Apa, apa miért kopácsolsz, Miattad miatt keltünk föl? Igen, apa. Állj, ne gyere be, ne gyere be. Mi az, apa? Mi történt? Hát csak az van, hogy nagyon sok itt a szerszám, meg a csavar, nagy belelépj egybe. Ők már nagyok, ők már biztos ki tudják kerülni, de te még lehet nem tudnád. Igazad van, akkor megyek is. Miért ilyen fura, apa? Nem szokott ilyen fura lenni. Na szóval lányok, holnap lesz Mirának a négy éves szülinapja. Ugye már azt mondtuk, hogy fognak jönni barátai, és most egy kicsit így átrendezem az udvart, és nem szeretném, hogy már meglássa. Aha, és kik lesznek a bulin? Hát egy barátnője, akinek sose tudom megjegyezni a nevét. Csak egy barátnője? Hát én azt hittem, hogy ilyenkor többen szoktak lenni. Hát jó van, tudom, hogy többen szoktak lenni, de más barátja, más barátját nagyon nem ismerjük. Értem. És ezért jó lenne, ha ma lefoglalnátok egy kicsit őt. Jó, jó, persze. Most amúgy sem akartam csinálni semmit. mi? De én még lehet, hogy megyek majd gördeszkázni. Már amúgy is azt mondtam, hogy holnap nem tudok menni, akkor azt mondtam, hogy ma. Hát bocsi, csak az a baj, hogy nekem pedig itt kell lennem, és tudod, hogy van most a két fiú, anyátoktak meg rá kell, hogy vigyázzon. Ay, jó, jó, jó. Apa mondott nektek valamit? Nem, nem semmit, csak... Ö, vagyis de elmondta, hogy segítsünk összeszedni a szögeket. Akkor most már kimehetek? Még szerintem nem menj ki, most még reggel van. Igen, most biztos hideg van, de hát nyár van. Hát igen, de mm, igazából ö, már mindjárt kész a reggeli, szerintem csináljuk is. Meg amúgy is, ö, anya is szerintem már biztosan fölkelt. Szerintem még nem kelt föl. Akkor csinálunk meglepetés reggelit. Nagyon jó. Én is segítek! Ó, már megint sírnak a fiúk. Már lehetséges, hogy már nem álmosak is fölkeltek. Na menjünk le! Már. Ó, wow, nagyon ügyesek vagytok. Kínáltunk szendvicset. Ó, biztos ez lesz a világ legfinomabb szendvicse. Drágám. Ó, ő, igen. Kész a reggeli, és nem is csak reggeli, most a gyerekek csinálták. Ó. Ó, nagyon ügyesek vagytok! Ó, majdnem elfelejtettem. A kicsiknek? Na jó, én megyek is vissza ki. Ó, 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 én is segíthetek, mit csinálsz? Nem, drágám, ebbe nem tudsz segíteni. Megütnéd magad. pó! Drágám, nem tudsz ebbe segíteni. Egyébként is már mindjárt készen vagyok. Hány perc? drágám, nem tudom, lehet, lehet, hogy nem is mindjárt készen leszek, de az még biztos, hogy az, az biztos, hogy nem tud segíteni semmit. Akkor hol legyek ki? Ne, 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 ne menj ki, Léci, ne menj ki. Ugye miért nem? Tudod te, hány fok van odakint? Legalább, vagy ezer fok. Ó, pedig már a jó időt írtak kb. hogy 25 fokot. Anya, 25 fok? Biztos, hogy nem 25 fok lesz. Már annak örülök, a 200 fok alatt van. Maradjunk csak bent. Jó, jól van. Na jól van, én el is kezdek mosogatni. Uh, fárszó lesz ez a nap. Miért idejöttünk? jöttünk? Miért nem mentünk a szobánkba? Hát most idejöttünk. Nem kéne felöltözni? Most nyári szünet van, nem muszáj fölöltözni. Szerintem lehetünk egész nap csak pizsamába. Igen. Nem megyünk a szobánkba. Ó, hidd el, ez sokkal jobb, mint a szobánk, sokkal nyugalmasabb. Itt nem halljuk, ahogy apa kopácsol. Innen le lehet látni? Nem, 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 nem lehet lelátni onnan, egyáltalán nem lehet, nem lehet az udvarra lelátni innen. Nem lehet. Ó, jól van. Csak kérdeztem. Gyerekek, ti most komolyan bent ücsörögtök egész nap. Hát igen. Nem akartok kimenni egy kicsit a friss levegőre? Olyan gyönyörű idő van. De most komolyan, csicseregnek a madarak, hét süt a nap, medencézhetnétek, egy és csomó mindent csinálhatnátok kint. Ö, anya, biztos, hogy ez így van? Igen, biztos, mert ugye a szobádban van a telefonod. Igen, miért? Menjünk csak le, megnézhetem, hogy tényleg jó idő van-e? Csak tudod, a biztonság kedvéért. Na, ő is keresem a telefonom. Ajajaj, anya, nem kell a telefonod, nem kell. Hogy micsoda? Csak annyit akartam elmondani, hogy tudod, apa most csinálja meg ezeket a dolgokat, mert hogy holnap lesz a szülinapja Mirának. A szülinapi bulia. Ja, tényleg, mondta is nekem, hogy ma fogja megcsinálni. És Mirának nem kéne, hogy lássa, mert ez meglepetés. Ó, értem már. Jól van, akkor nem mondok inkább semmit. Na, menjünk vissza. Ó, oh, gyerekek, nagyon sajnálom. Én tévesztettem el, ma még csak ked van. Én meg azt hittem, már szerda van. Hiszen holnapra ír olyan csodálatosan jó időt, most annyira meleg van. Hú, nem is tudjátok elképzelni. Gyárt, apa is kint van. Hát igen, apa is kint van, de tudod, apád jól bírja a meleget. Na mindegy, én megyek is le. Na, mondtuk mi, hogy nem lesz olyan jó idő. Vagyis hát mondhatjuk, hogy jó idő van, de legalább 200 fok. Abba meg lehet sülni. Sőt, szerintem egy millió fok is van odakint. Ó, értem már. Azt hiszem, hogy most ez jó lesz. Na de. Még ezek is szükségesek lesznek.